Döntőházként elfogadtak kedden a képviselőház a kiskorúak elektronikus cigarettákkal való kiszolgálását tiltó törvénytervezetet. A jogszabály célja a gyerekek és fiatalok dohánytermékekhez való hozzáférésének megakadályozása. A tervezet megtiltja a 18 éven aluliak kiszolgálását elektronikus cigarettákkal, e-cigaretták utántöltőivel és a dohányt felmelegítő termékekkel, valamint ezen termékek automatákból történő értékesítését is. A jogszabály ugyanakkor előírja, hogy az oktatási intézmények kényszerítő intézkedéseket alkalmazzanak a tanulókkal szemben a dohánytermékek, az elektromos cigaretták vagy a dohánymelegítő eszközök iskolán belüli birtoklása, illetve értékesítése esetén. A jogszabály értelmében ezentúl az easybox vagy egyéb blocker típusú csomagátvevő pontokra sem engedélyezett bármilyen típusú cigaretta rendelés kiszállítása. Abban az esetben pedig, ha futár szállítja ki a rendelést, a csomagon fel kell tüntetni, hogy dohányterméket tartalmaz, ezért kizárólag nagykorú személy veheti át. Ennek áthágása 500 lejes büntetést von maga után a futár számára. Abban az esetben, ha a kereskedelmi egység nem tartja be ezt a szabályozást, annak működése 30 napra felfüggeszthető, valamint 20 ezer lejes büntetéssel járhat. A jogszabály kimondja, az elektronikus cigaretta és az e-cigaretta töltőflakon fogalmak uniós jogszabályok szerinti meghatározásának átvételét. Egy módosítás szerint tilos az olyan nikotinos tasakok forgalomba hozatala, amelyek nikotintartalma meghaladja 20 mg tasakonként.